2009 óta működik az alapítvány az Aszódi Evangélikus Fiatalokért, mely a helyi ifjúság mindennapi munkájának, életének segítését tűzte ki elsődleges céljául. Emellett a vallásos nevelés szellemében évről évre különböző programokat, utazásokat, táborokat szervez a fiatalok részére. 2016-ban ünnepli alapításának 25. évfordulóját a gödöllői Szepesi Optika. A negyedszázados fennállás alkalmából január 29-én nyílt napot tartott üzleteiben. Február 6-án rendezték meg az 5. Kistarcsai Böllér Fesztivált. A korábbi évek szokásai szerint a fesztivál előestéjén a Csigaházban fogadták a több száz kilométerről érkezett települések képviselőit. A mulatságot követően szombat reggel 7 órakor kezdetét vette a Böllér verseny az Ifjúság téren. Február 29-éig lehet jelentkezni a májusban megrendezésre kerülő Gödöllői Nemzetközi Természetfilmfesztiválra. A rendezvényen 2016-ban a diákok is teret kapnak, az iskolás korosztály számára kiírt film és fotópályázatok legeredményesebb alkotásai ugyancsak bemutatásra kerülnek a Jamboree-val egybekötött fesztiválon.